Terézvárosi lakosokat bemutató sorozatunk vendége ma Szergyőgyi Kati lesz, aki óvónő és a Fasori Kicsinyek óvodájának volt az óvodapedagógusa. És egy különleges hölgyet láthatunk itt, legalábbis én azt gondolom, hogy különleges a látvány, amikor első pillanatban rád néznek az emberek, és mindenkinek óhatatlanul Horth Gyula jut az eszébe, hogy úristen, ő rajta láttunk először ilyet. Először is köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és el tudunk beszélgetni arra, hogy hogyan is éled az életed ezzel a gépezettel. 5,5 hónapja tették föl rád, és én most megdöbbenve hallottam, hogy tulajdonképpen nem egy autóbaleset áldozata lettél, nem annak következtében viselned kell ezt a gyógyászati segédeszközt. Mi a történeted? Én is szeretettel köszöntelek benneteket és a kedves tévénézőket. Hát én éltem a csodálatos életemet egész idei év húsvétig. Óvodapedagógusként is imádom a hivatásomat, vagy most már talán múlt időben kell mondanom, de azért még nem zártam le. A hivatásomnak éltem, mert mellette volt a családom, akik mindenbe támogattak, úgyhogy csodálatos volt. És egyik napról a másikra éjszaka otthon összeestem, és teljesen megváltozott az életem. Tehát egyszerűen fölkeltél, kimentél a fürdőszobába, és éreztem, hogy gyenge vagyok, rosszul vagyok, és életem első ájulása, amire nem, azért nem számítottam, mert még nem történt velem ilyen, hogy elájuljak. És erre is csak utólag jöttem rá, mert amikor a párom kérdezte, hogy hogy jöttél be, vagy mi volt, és akkor nem emlékeztem dolgokra, és akkor jöttem rá, hogy én már akkor estem el, amikor elájultam. És akkor mi nem tudtuk, hogy nagy a baj. Még írtam is egy SMS-t a főnökömnek, hogy egy kicsit lerobbantam. Ez volt március végén, akkor elmentünk a kórházba, mert fájdogált a nyakam. Megnézték, de sajnos a röge nem mutatta ki a törést, mert ez a kettes nyakcsigolyának a pici tartó csontozata, vagy csontja, igen, ami a fogsorom, az, ha olyan szögbe veszik, takarja, és nem igazán látszik. És azért kaptam egy ilyen szivacs nyakvédőt, de nagyon erős fájdalmaim voltak a karomba. Akkor bementünk egy másik kórházba, ott csináltak egy CT-t, ami kimutatta, hogy törés, és pihenjek vele. Akkor kaptam egy Miami nyakmerevítőt. Tehát azt a kemény magasat, azt a kemény igen. Nagyot, igen. És nem gondoltam, hogy van még attól rosszabb is. És továbbra is voltak fájdalmaim. És akkor mentem be az amerikai üti idegsebészetre, ahol azonnal bent tartottak, és másnap föl is rakták ezt a halló koronát. És ennek bizony 5,5 hónapja rajtam van, és ezzel kell élnem, hogy meggyógyuljak. Tehát igazából mennyi idő az, amit a rehabilitációs időszak kitesz az orvosok most elsődleges véleménye szerint? Ha ezt leszedik utána? Igen. Nem. Hát, ezt mikor fogják leszedni? Holnap megyek CT-re, úgyhogy a holnapi nap lehet, hogy egy nagyon jó nap lesz, mert július 13-án volt egy CT-m, és kiderült, hogy semmit nem csontosodott még. Akkor egy kicsit magam alá kerültem, mert én annyira pozitívan álltam hozzá, és velem nem történnek rossz dolgok, vagy ha történnek, akkor én abból úgy is kijövök, és jól jövök ki, és akkor szembesülnöm kellett, hogy mégsem. Sikerült, és még 2 hónapot mondott a doktor úr, hogy tartsuk rajta, és most holnap megyek CT-re. És a CT eredmény vége fogja, vagy az eredmény fogja eldönteni, hogy doktor úr mit lát, mennyire csontosodott. Azért érdekes ez a kedves nézők számára is, és mindenkinek egy elgondolkodtató pillanat itt Katival való beszélgetésünk, ez is azért, mert látunk egy életvidám nőt. És én azt gondolom, hogy ha ezt levették, és megvan majd a rekerelő utána való rehabilitáció, akkor te vissza fogsz tudni menni dolgozni, ebbe egészen biztos vagyok. Hiszen látszik rajtad, hogy imádod a szakmádat, szereted a gyerekeket, és egész biztos, hogy jó szívvel fogsz visszamenni dolgozni. Tehát ez nem a világ vége. Hogy ezt valaki ne is, vagy úgy élje meg, hogy ne a világ vége, ahhoz is kell egy bizonyos fajta lelki erő, igen, és hát lelki támasz. Igen. Mielőtt a családnak a szerepéről és a te magad agykontrolljáról beszélgetnénk, egy picit még én a betegségnél maradnék. Nem csak azért, mert mindannyiunk életében előfordulhat, hogy elveszíti az eszméletét és elájul, hanem azért, mert azért ezek az óva intőjelek mindenki számára fontosak lehetnek.
magas vérnyomással, fejfájással küzdöttél előtte? Volt-e valami jele annak, stresszes időszak, hogy lehet egy olyan fajta reakciója a szervezetednek, hogy eszméletet vesztesz? Ez az egyik nagyon fontos kérdésem. Volt ilyen? Semmi előjele nem volt, maximum annyi, hogy jött a húsvét, és akkor meg kell felelni ugye a háziasszonyként is, meg kell felelni a intézménybe is, és én egy maximalista vagyok, igyekszek mindenbe vagy a maximumot kihozni magamból, és azt nyújtani, ami a legjobb. Annyi volt, hogy közvetlen előtte azt éreztem pár percig, hogy kezdek rosszul lenni, de nem vettem komolyan, mert még ilyen nem történt. Úgy gondoltam, hogy én még be tudok menni a hálószobába, és ez nem tehát sikerült. Tehát akkor volt egy pici szédülés, egy olyan kis furcsa érzés? Inkább vagy? Az, hogy kivert a víz, és egyszer fáztam, egyszer melegen volt. De aludt a férjem, és mondom, mi ez, majd bemegyek, nem ébresztem föl. Na most ez is egy fontos dolog, mert ilyenkor nem hősködünk. Igen, próbálom leszedni az információt, és juttatni a nézők felé, tehát igenis merjen az ember ne hősködni, hanem segítséget kérni, mert lehet, hogy nem esel ekkorát akkor, hogyha esetleg beszólsz, hogy drágám, gyere, mert probléma van, vagy jöjjön valaki a családból segíteni. Nagyon fontos információ másik. Megállapították-e utána, hogy ez egy agyvérzés volt, vagy hogy mi volt, ami kiváltotta magát a rosszulétet? Amióta ez fönt van, ez a csodálatos koronám, azóta nem tudtak engem vizsgálni, igazából csak laborvizsgálaton volt, tehát belgyógyászati vizsgálatokat nem tudtak rajtam végezni, azt mondták, majd ha ezt leveszik, akkor csinálunk egy alaposat, mert annyira keretek közé vagyok szó szerint szorítva. Na de hát előtte meg ilyen stalcgallérok voltak hosszú időnként, és akkor sem néztek meg, hogy mi volt az ájulásnak az oka? Laborvizsgálaton volt. Akkor az katasztrofális eredményt mutatott, de utána csináltunk még egyet, és kiderült, hogy a stressz olyan eredményeket mutatott, ami a cukrom, a vér, minden irreális lett, minden értékem, de utána megnyugodtunk, mert megijedtem, hogy na még azt jelzik, hogy még cukros is legyek, ami sose volt, mert én általában egy egészséges ember vagyok. Én futok a gyerekekkel, én tornázok velük, megyünk egy hetes táborba, tehát én most az idén vagyok 58 éves, és én nem igyekeztem úgy a pályán maradni, meg a családba is, hogy ne is vegyék észre, hogy én ennyi vagyok. A másik most, hogy van rajtam ez a keret, hogy én a mai napig nem érzem magam betegnek. Tehát... Értem én ezt abszolút. Igen, hiszen ez ad egy stabilitást. Ezt leveszik és jön a régi életem. Igen, nincsen. Igen, és egyébként így is kell erre gondolni mindenképpen. A törés maga, a nyakcsigolyán való törés, az az ütésnek, az esésnek volt ezek szerint a következménye? Én próbáltam úgy rekonstruálni, hogy mi történhetett. Ahogy én kijöttem a fürdőszobából, mellette van egy eléggé éles szélű cipőszekrény, és én előbb elájultam, és akkor valószínű, hogy teljes lendülettel a fejem, a homlokom oda csapódott a cipőszekrényhez, és utána hátrabicsaklott teljes erővel, és hogy hátrabicsaklott, ott tört keresztbe teljesen a... Hát elég veszélyes helyen, mert én nem is tudtam. Tehát az erővel le is bénulhattál volna, tehát ez egy szerencsés történet. Azt mondták az orvosok, hogy tudom, hogy nekem milyen szerencsém van. És akkor jöttem rá, hogy hát sokan ott maradnak, nem hogy lebénulnak, ott maradnak, vagy lebénulnak. Igen. Tehát nekem már az esésnél volt egy óriási szerencsém, hogy lehetőséget kaptam a további aktív életre. Térjünk a mentális részére rá. Amikor ugye betegállományba kiírtak, ugye ez a karfájdalom, ugye ez egy biztos jele annak, hogy a nyaknál van valami probléma. Ezt nem próbálták rögtön gyógytornával kezelni, vagy pedig húzás, nyújtás, hiszen ugye itt a nyaki röntgen, vagy pedig a nyak rögtön mutatta a törést a röntgen? A CT, meg utána csináltunk egy MR-t is, és tehát azok egyértelműen kimutatták, hogy hol van a törés. Mert a röggen az takar fedésbe volt, és nem látszott igazán. Akkor ott a kórházban, mikor felrakták, akkor pár napig benn voltam, ott tornáztattak, de ott olyan állapotban voltam, hogy nem tudtam. Tehát ott annyira le voltam gyengülve, és annyira rosszul reagáltam ennek a felvételére, hogy örültem, hogy vagyok. Próbáltak tornáztatni, de elmutatták, hogy ott hol mit lehet tornázni. És most csinálod? Igazából én majdnem teljes életet élek. Őri Ajándoknak van egy
olyan tornája, ami, mivel nekem ugye a kálcium, nagy a csontritkulásom is, egy olyan vizsgálatot sikerült megcsinálni, a csontritkulás vizsgálatot, deréktől lefele, és elég rossz állapotot mutatott sajnos, és szedem a kálciumot, meg a hozzátartozó vitaminokat, ami kompletten kell. Uh-huh. Teljes életet élsz otthon, és illetve a mentális dolgokról kezdtünk el még beszélgetni. Igen, és tehát nekem, mikor kijöttem a kórházból, nem voltam ilyen mosolygós. Tehát azért egy idő kell, míg az ember feldolgozza ezt az iszonyú, hirtelen változást. És a családom, ha le a kalappal előttük, a férjem és a lányom ott álltak mellettem, és mindenbe mondták, hogy felvált volt lesznek, ami segítség kell. És én se hittem volna el, hogy én ennyi mindenre képes leszek, majd idővel szépen. Tornáztam is erre az Őri Ajándok Meridián tornájára sokat, mert ez ilyen rezgős torna, ami segít beépíteni a kálciumba a csontokat. Mármint a csontokba a kálciumot, igen. És szép fokozatosan rájöttem, hogy nem vagyok béna. Uh-huh. Nagy dolog. Nem vagyok béna, hanem hozzam ki ebből a helyzetből azt, amit lehet. A lányom nagyon sokat segített, mert körülbelül egy hétig nem tudtam elmenni tükör előtt. Nem tudtam felvállalni saját magam előtt magamat, hogy hogy nézek ki, lejönni nem jöttem le. A lakásba voltam, és olyan tehetetlenül lengtem, a szomszédasszonyom minden reggel átjött megnézni, hogy meg vagyok-e, kulcsot kapott, a férjem így el tudott menni dolgozni, megbeszélték, hogy ki mikor jön, a lányom, meg a férjem, meg a szomszédasszonyom. Uh-huh. Így együtt nagyon sokat segítettek, és szép fokozatosan rájöttem, hogy mit tudok csinálni. Nagyon féltettek, mert a doktor úr is mondta, a kezelőorvosom, hogy egyre vigyázzak el, ne essek. Mozogni azt kell, és most már ott tartok, hogy minden nap lejövünk sétálni, van úgy, hogy 3 óra hosszát. Most mondok egy jó dolgot. Hétvégén nem voltunk a Ligetbe, és volt a félmaraton futás. Igen. És a férjemmel futottunk, de nem hosszába, keresztbe. Keresztbe átfutottunk a futók előtt, mert nem tudtunk hazajönni, mondom a férjem, na, vésztettünk a maratonon is. Tehát próbálunk úgy hozzáállni ezhez a dologhoz, hogy tudok magamon nevetni. Eltört ez az ujjam is, a másik két ujjam zsibbat, és sokkal tovább tart megfőzni, kimosni. Ez alatt az idő alatt, most? Most, én vezetem a háztartást. A férjem abba segít mindenbe, amiben megkérem, ő bevásárol, fölhozza a dolgokat, és akkor sokszor tehát emelned nem szabad gyakorlatilag? Emelnem nem. Egyedül, mennyit? Hát igazából semmit. Nem emelek. Uh-huh. Lépcsőn nem tudok lejönni, mert nem tudok lenézni. Uh-huh. Olvasni fárasztó, mert így kell tartani, igen, pedig imádom a Müller Pétert, és olyan jó gondolatai vannak, úgyhogy néha olvasgatok egy-két oldalt, aztán lerakom. Tehát nagyon tartalmasan telnek a napjaim. Ráadásul, most, hogy én kiestem, és hát ugye, ha 11-én, július 11-én lekerül a fejemről, akkor úgy volt, hogy én szeptemberbe viszem a csoportomat, mert egy csodálatos csoportom van, és vártak is vissza. De akkor kiderült, hogy nem tudok menni, és vettek föl helyettem egy fiatal kis kolléganőt, úgyhogy én dolgozom is közben, mert ő jár hozzám, és én adom át az ismereteimet, a tapasztalataimat neki, hogy minél gördülékenyebben menjen tovább a csoportom, hogy a gyerekek ne nagyon érezzék meg a váltást. Úgyhogy igazából nagyon be van osztva az időm. Rájöttem, hogy mennyi csodálatos ember van körülöttem, amikor dolgoztam, és ugye a malom mókuskerékbe indul, akkor nem nagyon látunk ki úgy a fejünkből, és az értékes dolgok mellett elmegyünk. És most, hogy történt ez a balesetem, én látok benne pozitívumot, hogy úgy lenyugodtam. Meg belenéztem magamba is, hogy mi nincs rendben, miért történt ez, mert semmi nem történik okkal, semmi nem történik ok nélkül. És rájöttem, hogy mennyi csodálatos ember vesz körül. Hát egész nap én annyit telefont, e-mailt kapok, személyesen följönnek, rengeteget beszélgetünk. Ha lejövök sétálni, főleg a Hunyadi tér környékére, akkor nincs olyan, hogy ne jön oda valaki velem beszélgetni. Ez tulajdonképpen egy furcsa fajta népszerűség, hát igen, mert ezt ritkán látja az ember, igen, ezt a fajta
merevítő szerkezetet, ugye, hogy a nyak nem mozduljon el, és a csontosodás végre meg tudjon rendesen történni. Amit egyébként egyáltalán csodálok, hogy a stalc gallér, vagy ezek a gallérok mellett nem történt meg. Egy, az ember nem használja éjjel-nappal, én se saját magamról tudom. Azt gondolok, hogy nem is annyira vészes. Egy kicsit leveszem, egy kicsit ezt csinálok, egy kicsit azt csinálok. Szóval ez azért... Ez belül van csavarodva, úgyhogy ezt nem lehet lenni. És hogyan, melyik része van becsavar? Tehát amikor átöltözöl, akkor mi az, amit le lehet venni, mi az, semmi, amit nem? Itt ez a két csavar bemegy a koponyacsontomba, meg itt hátul kettő a fülem mögött a koponyacsontomba van becsavarozva. Tehát ezt, ahogy feltették nekem, ezt azóta levenni nem lehet, csak ha egy kicsit kilazul, azt onnan tudom, hogy fájdalmam van, akkor vissza kell menni, és a doktor úr szorít rajta, és mélyebbre csavarja. De akkor hogyan csinálod, vagy hogyan öltözködsz? Megszoktam, lentről öltözök, és olyat veszek föl, ami jól kivágott. És akkor még jó, hogy ilyen vékony és hajlékony vagyok, mert most már egyedül is, mert régebben a férjem este felöltöztetett, és másnap este újra, tehát nem tudtam, de most már rájöttem, hogy én is tudok, mindent lentről veszek föl, alól, mert ez ilyen elég kemény műanyag, ez ki van bélelve írabundával, ami most nem előnyös, mert már csuron víz vagyok alatta, és így azért van, hogy ne... kezdjek itt a bőrömet, és akkor lentről szép nyugodtan föl tudok költözni, bedugom a kezemet, és előről... Tehát akkor gyakorlatilag ezt sem tudod levenni magadról? Nem. Nem, mert ha ezt levenném, akkor a súly a fejeden lenne. Elmozdulna. Elmozdulna, mert épp néztem videót, hogy hogy veszik le, előbb lecsavarozzák itt a mellényrészt, utána kicsavarozzák, négy rúd van itt, ami még oda van a mellényhez fogva, és utána veszik le a koronát. Na most, ha én ezt meglazítanám, igazából a korona a mellényhez van rögzítve. És nem szabad. Gondoltam már arra, hogy olyan jó lenne beállni a tus alá és letusolni, hogy kivesszük ezt a bélést, de mondták, hogy nem szabad, mert akkor már az egész lazulni a fog, tehát nem ér annyit. Igazából vettünk üvegmosókefét, arra teszek nedvestőlőt, azzal tudunk alatta tisztítani, van ilyen speciális tisztítóhab, lentről meg tudok mosakodni, az arcomat fogkefével tudom tisztítani, mert nem, tehát itt nem tudok oda beérni. A lányom nagyon sokat segít, mert a hajamat azt ő gondozza, a férjem a napi tevékenységeket. Egyébként víz érhet, tehát hogyha nem, ez a része nem lenne problémás. A bundát nem érheti bundát víz, nem érheti, mert azt nem tudom kiszárítani. Igazából érhet. És akkor a hajmosást hogy oldjátok meg? Belehajolok a kádba, és akkor úgy a lányom lemossa, és utána a csavarok helyét, azt minden nap kell fertőtleníteni, a fejbőrömet is, és a csavarokat is, azt minden nap egyszer-kétszer, attól függ, mert volt úgy, hogy begyulladt, és az veszélyes. Amikor becsavarozták ezt a fejedbe, mennyire készítettek föl ennek az egésznek a veszélyeire, az életmódra, az életvitelre, mert más egy gallér van lenni, és más ez. Igazából, mikor megkérdeztem, hogy ez milyen lesz, azt mondták, hogy ki lehet bírni, nem vészes. De lehet, hogy jobb is, hogy ezt mondták, mert ha elmondják, hogy legtöbben elájulnak közben, akkor bestresszelek. Föl voltál akkor, amikor fölcsavarozták? Ezt csak ébren lehet fölrakni, tehát csak érzéstelenítőt, injekciót adtak a négy helyre, ahova csavarnak, és akkor úgy csavarják bele. Belefúrták? Belefúrták a koponyacsontomba, amikor már az érzéstelenítő hatott, mert én nem igazán éreztem fájdalmat, hanem azt éreztem, hogy ájulok el. De akkor még rajtam volt a Miami nyakmerevítő, azt tartott, két nővérke tartott előről, hátulról, és két doki meg rakta föl. Én csodálom, hogy föl tudták rakni, mert én ott össze voltam zuhanva. Teljesen. Úgyhogy, és utána mondták a nővérkék, hát igen, a férfiak is el szoktak ájulni. Mondom, hát azért ez egy kicsit könnyebbség, hogy nem vagyok ilyen nyámnyila, hogy elájulok egy ilyen föltéten. Na, köszönöm szépen, hogy csavart belehajtanak az ember fejébe. Igen. Nem biztos, hogy... De olyan hirtelen jöttek ezek a dolgok, hogy úgy talán jó is, hogy nem tudtam átgondolni, mert én az a típusú ember vagyok, aki egy injekciót nem tudok végignézni, hogy beadnak. És múltkor is ment a tévébe, hogy injekciót adnak, mondom, hú, nem nézek oda, azt mondja a lány, anya, négy csavar van a fejedben, és ezt nem akarod. Hát most túl vagyok 40 injekción, a fenekembe a kalciumot kaptam, farba, karba kaptam, tehát igazából tényleg viszonyítás alapja, most már az apró dolgok úgy,
ami régen lehet, hogy bosszantott, azok úgy eltörpülnek, és úgy rácsodálkozok emberekre néha, hogy fölhívnak telefonon, és elkezdik mondani a napi bosszúságukat, és úgy néha szívem szerint megkérdeznénk, hogy cserélhetek veled, de nem bántom meg, csak átértékelődtek dolgok, és egész másként látom. Tehát ez az 5,5 hónap fantasztikus változáson vitt engem keresztül. Nem hittem, hogy ilyen erős vagyok. Tehát ha ezt nekem előre elmondják, hogy ezen megyek végig, akkor lehet, hogy kétségbe esek, és mikor az ember ilyen helyzetbe kerül, rájön, hogy az élet vagy a sors, nevezzük, aminek, ki minek nevezi, padlóra tett, akkor nekem onnan föl kell állni, bármi is történik, mert onnan lentebb már nincs, onnan csak fölfele lehet állni. És ezt én most nagyon megtapasztaltam szó szerint. És én meg nagyon köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk. Sok beszélgetésünknek sok-sok tanulsága volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ez volt már a Terézvárosi Magazin. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten ismét várom önöket, most pedig ne menjenek el, mert következik az Ez történt a héten című összeállításunknak az ismétlése. Viszontlátásra!